A statisztikák szerint 2017-ben az ISD Dunafer ZRT bérei jelentősen elmaradtak a többi üzem fizetés fejlesztéseitől, hiszen míg városunk ipari cége 1,7%-os emelkedést mutatott, addig más nagyipari vállalat akár 14%-kal is megnövelte a béreket. Így változásra volt szükség. A február 15-i megállapodás által két lépcsőben kerül sor az alapbérfejlesztésre. 2018. január 1-től 30 ezer, illetve 2018. július 1-től 20 ezer forinttal nő a Dunafer fizikai munkavállalóinak alapbére. Ezen felül egy fejlesztési keretet is létrehoztak. Abban pedig megállapodtunk, hogy erre a nagyon fajsúlyos munkakörökre, ahol még nagyobb a szakember hiány, még jobban az embereket itt kell tartani, marasztalni kell, jövőt kell nekik mutatni. Egy 63 millió forint társaságcsoport szintű személyre szóló differenciálást hajthat végre a vezetés. Hogy ez hogy alakul, ezt majd az élet eldönti, hiszen ennek a kiosztása most folyik. Elképzelhető, hogy lesz a dolgozó, aki csak néhány ezer forintot kap a már meglévő 50 ezer forint fölött, és lehet, hogy lesz, aki akár 10-20-30-at még pluszba kap. Egy a lényeg, hogy a termeléshez közvetlenül kötődő emberek mindenképpen, és az azzal áttételesen, de közvetett kacsa lévő, tehát a termelés, a munka az első. Ez körülbelül a 15,5-16%-os alapbérfejlesztésnek felel meg. Arról is megállapodás született, hogy a béren kívüli juttatások 2018-ban 15%-kal emelkednek meg. Február 21-én Orbán Viktor miniszterelnök Dunaújvárosban tett látogatást. A városfejlesztések között szó esett a Dunaferről is. Ugye Dunaferért mi sokat harcoltunk. Ugye ezt eladták még a mielőttünk hivatalba volt kormányok. Nem is akarok már visszautalni erre, mert ami történt, megtörtént. Most már azért kell dolgozni, és azért kellett az elmúlt években dolgozni, hogy a munkahelyek megmaradjanak. Itt azért volt veszélyes leépítési terv, kapacitás visszafogás, ezt sikerült megoldanunk, elhárítanunk. Úgyhogy most fejlesztés van, béremelés, tegnap is tettek bejelentéseket, úgy látom, amelyek a Dunaferben dolgozó emberek és az ő családjaik érdekét jól szolgálja. Tehát lesz béremelés, lesz jövő, lesz munka és lesznek fejlesztések. Tehát a Dunafer az egy komoly sikertörténet egy ilyen ipari városban, mint amilyen az önöké. Mucsi Zoltán azt is hozzátette, hogy azok a nyugdíjasok, akik 25 évet dolgoztak a vasműben és onnan is mentek nyugdíjba, ők a törzsgárda kötvényesek. A juttatásukat 15%-kal emelték meg január 1-től.